akkor beszélgetnek, leporáló a síráshatáron, mert bűnsegéd lett, elviralja ő zokog, közben maszturbál, 6 éve nem képes feldolgozni, hogy DJ elhagyta. Leporáló megalázza Elvirát, az sírva távozik. Cellina és Mazetto jő, eljegyzésük van, zokognak a boldogságtól. Ezen a ponton fordult a férfi a lányhoz újra, amikor már egyfolytában 10 percre rászkódott, hogy találjon ki valamit, mert este előadás, de ő még gyakorolni se tud. Nem vagyok szerelmes beléd. A tudás megnyugtat, Max Frisch. Nyugodt is vagyok, mint a hűlt hamu. És tudom, hogy nevetséges már maga a felvetés is, de ha egyszer majd én hiányzom, szólj. Még elköszönhetsz, azt nem veszem szólásnak. Szia, jó volt veled. Én is voltam ilyen helyzetben, megértelek, szia. Este meg csak ügyesen? Baszd meg. Estére fölfüggesztette a nyomorát. Túlzás nélkül élete előadása volt. Aztán sírt tovább. És milyen az ember? A férfi két rohan közt, sőt alattuk is, azon gondolkodik, hogy megtanul szlovénül. És egy szót, ráadásul ragozottat, már most tud is. Nagyon szépen köszönjük Pajzs Miklós Secretmannek, és Sokac Anitát szeretném másodikként szólítani, akinek egy verse jelent meg a Hévízben, de van egy másik verse is most nála. Hello, és rábízom, hogy melyiket jön. Sziasztok, és köszönöm szépen. Azért készültem két verset, mert azt hiszem, hogy ez a kettő így tematikában összefügg. Akkor kezdtem az elsővel. Hídégető, ez a cím. Kedveseim tesznek otthontalanná, nyíló tenyérre terítenek utakat, kalandornak öltöztetnek, találj másra. Amíg éhesek a házi állatok, jeleznek a gépek. Távol létből építs életet. Legyen benne ölelés, olyan, amilyennel feléd nyúltak. Harapásra készököl, hogy maradjanak egy váróban, violettkel bomlott sugarak. Szemeidben hídégető romboljon, fordítson hátat, két füst között beszéljen a hiányról. Magadon tudod viselni a távozót. A változó ég legyen benned, innen nyisd bárkire. Felégetett évek alatt aludjál, amikor már madarak röpte ingerel. Ujjaid hagyjanak port élő szöveten, amíg arcod helyén tükröződő bár neved. Hozd ki a kútból a szívet is, mire ideér, emberére találjon. Köszönjük, és akkor a másik meg majd a rövid beszélgetés végén fog elhangozni. Hát azt a kérdést szeretném neked szegezni így elsőként, hogy mi az a, mik voltak a nem tudom, az irodalombeli szocializációdnak, vagy a pályán való elindulásodnak azok az ilyen sarokkövei, amik így meghatározták, vagy amikor hogy elhatároztad, hogy verseket írsz, és akkor nem tudom, hogy ennek az iskolázódásnak. Van, aki táborokat emleget, van, aki pályázatokat emleget, van, aki csoportokat emleget, hogy neked mi volt az a közösség, vagy mi volt az a munkafolyamat, aminek során te úgy döntöttél, hogy költő leszel? Határozott emlékeim arról nincsenek, hogy eldöntöttem, hogy költő leszek. Nyilván általános iskolában voltak ilyen elképzeléseim, hogy néz ki a költészet, és akkor ilyen kis naplóba írogattam, de minek. Tehát, hogy az még az a korszak volt. Viszont amikor úgy gondoltam, hogy kezdenék ezzel valamit, akkor pont itt volt a József Attila Körnek író szeminárium Imre Andrással, és ide szívesen is tértem vissza, kicsit otthonos is. És akkor dolgoztam, vagy gondoltam át annyira, hogy mit is akarok kezdeni az írással magával. És pontosan a hídégető, illetve ennek kapcsán ez a tematika, vagyis az emberek viszonyrendszerében megjelenő kegyetlenség, ami túlságosan jelenlévő, azt hiszem, ezen próbáltam dolgozni, illetve hogy mondjuk egy torzalak képes-e még utána bármiképp is jelen lenni az életben, vagy oda-vissza adni olyasmit, ami emberi dolog. Tehát úgy gondolom, hogy valahol a kegyetlenség egy ilyen dehumanizáló folyamat. És amikor láttam Iványi Marcell Szél című rövid filmjét, olyan gyönyörű körsvánkben csinálta meg azt hiszem a kegyetlenségről szóló
tematikát, hogy éreztem, hogy ezzel szeretnék kezdeni valamit. Tehát tulajdonképpen visszatérve a kérdésedre, igen, ott kezdődött, hogy oké, akarok valamit csinálni. És akkor persze egyetem, meg amikor először elküldtem a Műútnak az első verset, amikor azt gondoltam, hogy jó, ez nem maradjon a fiókban, és akkor utána egy jó visszajelzést kaptam, akkor onnantól kezdve már jött a többi. Hogy örülök, hogy mind a József Attila kör neve elhangzott, mind a Műút folyóiraté, mert hogy a pályán való elindulásnak az intézményeiként, és a Hévíz is nagyon erősen törekszik erre, hogy a pályán való elindulást segítse az alkotóknak. És említetted Imre András nevét, meg a Műút folyóiratot, hogy az érdekelne még, ami mondjuk nem feltétlenül kell, hogy a versekből elsősorban kiderüljön, hogy kik voltak azok az alkotók, és kik azok az alkotók, költők, de az Iványi Marcell nevét is említetted, hogy képződtek társművészetek, ami így nagyon, tehát hogy otthonossá teszi neked ezt a munkát, vagy folytonosan impresszionálnak, inspirálnak, ki az, akit sokat olvasol, és mik azok a poétikák konkrétan, amik téged érdekelnek? Hát a legkorábbi költészettel való találkozásom azt hiszem, hogy a Baudelaire, Rimbaud, Verlaine 3-as, ez abszolút, akkor azt éreztem, hogy oké, valami ilyesmi lehetne a költészet. Természetesen József Attila volt még itt fontos, és akkor még Kálnoki László. Igen, Homálynoki Szaniszló. Nagyon meghatározó volt. Mondjuk társ művészetekben, igen. Igen, a filmek feltétlenül. És az igen, mindig is fontos volt. Kálnoki László neve említésének kifejezetten örülök. Másrészt, hát, hogyha már filmeket említesz, akkor ez egy jó apropó, hogy rákanyarodjak arra a harmadik kérdésre, hogy mondjuk az Iványi film az egy bizonyos értelemben, vagy nem akarom lelőni a poént annak, aki még nem látta, de hogy egy bizonyos értelemben horrorisztikus az árlata, de hogy a körkérdés, hogy mi volt ez a horror, ami a horrorfilm, ami a legnagyobb hatással volt rád abban az értelemben, hogy hónapokig nem tudtál tőle szabad. Oké, itt kettőt szeretnék említeni. Az első fontos, mert nem azért, mert nem tudtam szabadulni, hanem olyan gyönyörű vizuális élmény volt, Murnautól a Nosferatu, ami egy néma film tulajdonképpen, de gyönyörű árnyátékokkal játszik, és azt nagyon szeretem. Illetve amikor általános iskolás koromban megnéztem először a Rémálom az elmúlt szállal egyes részt, és akkor utána tényleg nem nagyon tudtam aludni, és hát Johnny Deppel még fiatal kezdőként, igen, az vicces volt. Minden válaszolva voltam, amire azt kell mondani, hogy nagyon örülök, hogy ez elhangzott, hogy a Nosferatunak és ennek a fotó, mármint hogy ez nagyon hasonló korszak, és hogy így a Nosferatu is jó, hogy megidéződött ebben a tematikai körben. És akkor, hogy arra szeretnélek most kérni, hogy akkor a másik verset is olvasd fel. Gyengét hálók tartanak. Sugártól szennyezett parton ülsz. Ahogy gépek mellett négy fal között nem képzelődsz. Magadnak meg nem engedett, hogy hátradőj, nincs az az ima. Csak egy-egy szem, titkos árnyékaik visszaragyognak. Kacéron megtörik szétnyitott tükör paravánodat, majd észrevétlen csukod legyezőit, ha puha mozdulatlanságra találtak. Tekinteted gyengét, lassú ujjként forgatod a fekete foltban. Pillantásod vezeti lépteiket, amíg a nyelved elharapja egy felhasadt látomás. Testet ölnek idegen kezek, tündököl a táj. Megvirágod pont az pupillájuk felett, elülteted altató dalodat. Holnapra felébrednek, és megtalálják benne a békes urait, ha a part elengedéstől nedves. Suttogják, alvás közben nevetsz. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a verset, és köszönjük szépen a felolvasást is. Harmadikként pedig
Bíró Krisztiánt szeretném szólítani. Nem elfelejtettem csak. Akinek Kölyök címen jelent meg verse alapban, viszont hozott egy másikat is. Igen. És akkor gondolom csináljuk így megint, hogy a elején az egyik, aztán a végén a másik. Jó estét, sziasztok! Az első vers az a bál után. A bál után egyből az én szobámba jön, mint egy tériszony olyan ebben a tűsarkúban. Túl sok vért vesztettem tegnap, és bosszúból egész este láthatatlannak becéz. Megkérdezem, milyen volt a bál, és azt feleli olyan, mint az összes többi 8 órányi egyenes tartás. A gerince ilyenkor egy beakadt cipzár az estén, arra kér, hogy húzzam le. De amikor ezt teszem, csak ágy mellé dobott holmi lesz. Pedig ő az egyetlen nővér ebben az egész kórházban, aki még elhiszi, hogy létezem. Ugye megpróbálom úgy fogni a mikrofont, mint te. Ez mindig nagyon tetszett. Hogy a te pályaindulásodnak is nagyon-nagyon fontos, és talán a legmeghatározóbb eleme volt a műút folyóirat. Szóval ez nem tegnap volt, hanem nagyon-nagyon régóta publikálsz már, és hát most nem fogom eljátszani, hogy nem tudom, hogy merre tart az a munka, amit végzel, hogy áll össze a kötet, és hogy arra lennék kíváncsi, hogy mik azok a pillérek, hogy mik azok a cölöpök, amikre a tervezett kötetet felépül, és hogy hogyan válogatsz a nem tudom, sok év alatt felhalmozott anyagból, versekből, és igen, szóval hogy ilyesmi, hogy áll össze, hogy milyen ez a munka. Hát erre mindig azt szoktam mondani, hogy persze nem akarom elsietni az első kötetet, de ha lett volna elég versem hozzá, akkor már rég elsiettem volna. Most nagyjából olyan 25 versnél akadtam meg, ennek több oka is van. Az egyik az az, hogy úgy szoktam írni egy új verset, hogy sokszor átemelek régebbi versekből sorokat. És megesik, hogyha egy hosszú verset írok, akkor utána ki kell dobnom két másikat, amik egyébként tetszettek, csak úgy gondoltam, hogy ez a gondolatot. De azokat próbálom fejleszteni. A másik oka az pedig az, hogy ez a Kölyök cím, amit megjelent, azt egy éve írtam, és ezzel zártam le a betegség tematikát, ami egy elég nagy alappillére a kötetnek. És hát nyilván egy lezárás, szóval annyira biztos lábakon nem is áll, mint a többi vers ebben a tematikában. Azért gondoltam, hogy ide küldöm, mert az első vers is, amit ebben írtam, az a Hévízben jött le a dupla üveg, 2 éve. És sokáig, amikor eszembe jutott valamilyen sor, akkor reflexzerűen beleépítettem ebbe a környezetbe. És úgy éreztem, hogy ez ilyen önismétlés lesz végül. Úgyhogy sokat kellett várnom, hogy el tudjam engedni ezt a témát. És nagyjából 10 narratív vers hiányzik még a kötetből. Év végére biztosan elkészülök, úgyhogy remélem. És hát a kiadóknál meg nyilván nem tudom, szóval lehet, hogy 2020-ra csúszik a könyv, mert betelt minden, de haladok, készülök. És a május 13-án van egy Késelés villával című újnak nevezhető, egy fél éve tartó sorozat, és május 13-án ugyanitt, ugyanezekben a székekben te leszel az egyik vendég, és Ferenc Mónika a másik. És láttam, hogy kiírtad a Facebookra, hogy 4 éve nem olvastál fel közönség előtt verset, és hogy ez a Késelés, ami egy hát jó 2 órás beszélgetés szokott lenni általában, 2-2,5 órás, az nem tudom, akinek van rutinja, annak a számára is gondolom elég megterhelő, de hogy 4 éve nem olvastál fel közönség előtt, és hogy akkor nem tudom, ez a hévízest a főpróba, hogy az ilyen jellegű eseményekre, mármint hogy ki kell ülni és felolvasni, amit 4 évig nem csináltál, hogy milyen, hogyan kell erre készülni, vagy neked személy szerint hogyan kell erre készülni, és nem tudom, hogy általában hogyan látod ezeket az eseményeket, tehát az erre való, hogy valóban kell erre egyáltalán készülni, vagy? Hát
próbálok enni és ezt lent tartani, nagyjából. Nyilván, meg ez tényleg egy nagyon jó próba, főpróba ahhoz. Hát igazából most arra, hogy ilyen nagy kiadás volt, nyilván jobban készülök. Előtte nagyon sokat olvastam fel, és akkor volt egy kifejlesztett rutinom, tudtam a kérdésekre válaszolni, de 4 évig nem is gondolkodtam ezeken. Úgyhogy most szerintem holnap le fogok ülni, és minden kérdésre, ami feljöhet, akkor írok egy valamilyen választ, és betanulom, és aztán nem érhet meglepetés. Meg a verseimet is. Régen mindig úgy írtam, hogy nagyon sokszor felolvastam, mert tudtam, hogy ezt fel fogom olvasni, most pedig csak addig, amíg meg nem írom. Úgyhogy most az elkövetkezendő, nem tudom, hogy 2 hét van, eddig 3. Szóval készülni fogok, amellett egyetem is van. Ez egy bújtatott reklám volt, hogy mindenkit sok szeretettel lát a Finta Laci, meg az esnek a szervezői, Vida Kamilla és Csettes Roma beszélgetésre, május 13-án tehát. És akkor hogy számodra is fennáll a körkérdésre adható válasz lehetősége, hogy horror élményes. Hát sokat gondolkodtam ezen, mint egy fél órája kb. Ezen gondolkodom, de igazából most egy elmúlt 10 évben kifejezetten kerülem a horrort, mert azt hiszem tényleg aljas műfajban, bocsánat, de hogy az ilyen blockbuster horrorok. És hát ami úgy horror élményem volt, az azt hiszem a gyerekkoromból származik, amikor a Hófehérkében a boszorkány, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, nagyon furcsán van megrajzolva, és az tényleg rémámokat okozott nekem sokáig. És 2 éve újra eszembe jutott egyik esetben. Ez a mostoha? A mostoha, igen. A kiboszorkány is. Igen. Igen, valami koronája van, igen. A Disney verzióban. Igen. És aztán átváltozik, amikor az almát adja. Igen. És az a... az kicsit a csukai. És akkor a Kölyök című verset szeretném, hogyha a blog zárásaként felolvasnád, és a számokat vagy. Szóval, Kölyök. 1. Nem hiszem, hogy hallottam volna törni bármit azelőtt. Találtunk egy botot, és azzal próbáltuk átugrani a patakot. 2. Sehogy sem tudok rájönni, melyikünk esett bele. Az a hang mind kettőnké. Néha érzem a kavicsokat a hátamban, emlékszem, hogy a jeges víz átöleli a tüdőmet, máskor meg a parton vagyok, és a sodrás nem érdekli, hogy milyen hangosan ordítok egy nevet. Én voltam a patakban. 3. Én voltam a patakban. Hogy igazam legyen, magammal hordom a beszorult levegőt. Egy fúdoklóban nincs bűntudat. A kavicsok utat találtak a bordáim mögé. Látod, minden reggel felkölgök belőlük, de a kacatok nem emlékek, és a rutin még nem bizonyíték. 4. Később újra elkezdtem bízni azokban, amik bármikor eltörhetnek. Az ágy sarkát szorítottam, hogy ne ugorjak ki az ablakon. Csuklókat szorítottam, hogy ne ugorjak ki az ablakon. Addig gyakoroltam a kapaszkodást, amíg el nem hittem, hogy az én egyensúlyom tartja a buszt az úton. 5. Foglak, kölyök. 6. Pár éve betört egy üveget. Szilánkokat szedni az alkarból, olyan lehet, mint jégcsapokat egy kabátról. Szóval megtette azt, ami nekem nem ment, ott maradt a patak körül. 7. Ha látna ezen a buszon, biztos kinevetne. Hogy harcnak nevezem azt, ami reflex, és gyógyulásnak a megszokást, egy hirtelen kanyarnál fogom meg először a kapaszkodót, és addig szorítom, amíg le nem szállok. Köszönöm. Köszönjük szépen Bíró Krisztiánnak. És akkor az este 4. és egyben utolsó vendégeként Lavacska András szeretném szólítani, aki a címlap sztorit írta meg a Hévíz mostani számához. És hát csináljuk azt, hogy neked mindjárt, tehát hogy azért kapta mindenki a horroros kérdést, mert te írtál egy jó horroros esszét, hogy akkor legyen mindjárt ez az első a körkérdés, hogy mi volt neked a legparább horror élmény. Hát jó estét kívánok én is.
mindenkinek, és köszönöm a meghívást. Horror élmény, hát a legdurvább talán, amit fel tudok idézni, de ez nem lesz, tehát nem lesz annyira ijesztő maga a film, csak amikor 12-13 éves koromban egyszer hazaértem egy táborból, és üresen találtam a lakásunkat, ami egy ilyen nagyon kecsegtető lehetőség volt, mert öten vagyunk testvérek, úgyhogy általában nem szokott üres lenni a lakás, és elhatároztam, hogy ezért megnézek valami olyan filmet, amit esetleg máskor nem lehetne megnézni. Hitchcocknak a pszichójára esett a választás. A probléma az volt, hogy egy másik testvérem is valami hasonlót tervezett, tehát hogy ő is azt gondolta, hogy üres lesz a lakás, és valahol a zuhanyzós jelenet közben érkezett meg, úgyhogy azt nem mondom, hogy hetekig nem zuhanyoztam, de hetekig nem aludtam, tehát mondjuk, hogy nem aludtam olyan, ahogy jó lesz, talán el tudom mondani. De annyit viszont talán még ehhez a kérdés kiegészítéséhez, hogy itt elhangzott már nagyon jogos a kritikaként, hogy a horror az egy aljas és egy nevetséges műfaj valahol, és ezt szerintem a műfaj legtöbb darabjára talán igaz is, de én most ilyen kicsit ilyen horrorkutatóként pont talán amellett próbálok megérvelni, hogy azért mégis valamekkora figyelmet érdemel ez a műfaj, vagy ez a műnem, úgyhogy lehet, hogy majd erre teremném a beszélgetést. Teljesen kiszámíthatóan erre tereltem volna a beszélgetést. Mindössze 10 éve járunk együtt egyetemre, és tudom, hogy úgy hallottam, hogy te horror kutatással és vámpír tematika felől érkeztél meg most a kedvünkért a frankensteinhez. Úgyhogy, hogy erről igen, hogy mi az, amivel foglalkozol, és hogy mi az, amiből mondjuk tehát, hogy laikusként is segíti a hozzáállásunkat ezekhez a picit ilyen irritáló vagy idegen műfajokhoz.